Köszöntöm Önöket Álláspont című műsorunkban, ezen a héten is érdekes, kerületünk számára is fontos témákkal foglalkozunk. A határon túli magyarság közösségeivel és történelmével ismerkedhetnek meg általános iskolás diákok a Határtalanul program keretében. Számos 17. kerületi intézmény is rendszeresen pályázik erre a lehetőségre. A Cimra Gyula általános iskola tapasztalataival foglalkozunk a műsor második felében. Előtte azonban még szintén a magyar történelemhez kapcsolódó témával foglalkozunk. A rovásírásról beszélgetek Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás kutatókkal. Köszöntöm Önöket a műsorban. Köszönjük a lehetőséget. Ha jól tudom, azért rovásírás az elnevezés, mert eredetileg karcolták, vésték az írásjeleket. Igen, valóban, tehát ezt rovásnak nevezzük azt az írásfajtát, amit valamilyen kemény anyagban, vésővel vagy egyéb szerszámmal bekarcolnak, bevésnek. A rovásírás az egy tágabb fogalom, abban minden belefér, tehát például Csetei Ildikónak a gyönyörű rovásírásos zászlói is, de a gyerekeknek, akik a versenyre jönnek, azoknak a dolgozata is, tehát a rovásírás az magában foglal mindent, és a rovást is magában foglalja. Itt az asztalon néhány rovásbot látható, köztük gyerekeknek is, akiknek rovásírás versenyen volt egy ilyen feladatuk, hogy botra rójanak. Ezeket a botokat akkor a tanulmányaik során is használják a gyerekek, amikor rovásírást tanulnak? Igen, és amikor a versenyre készülnek, a versenyeknek van egy ilyen próba része, hogy rovásbotokra kell róni, tehát valamilyen rövidebb szöveget, hogy itt a legősibb formát is gyakorolják ezzel. A magyar történelemben miért fontos a rovásírás? Minden nemzet műveltségének egy mutatója az, hogy milyen régi az írása. És mi nagyon büszkék lehetünk az írásunkra, mert ez egy meglehetősen régi írás. A hivatalos, a tudományos akadémiai felfogás szerint a legrégibb magyar nyelven íródott rovásemlékünk, és ezt már nyelvemléknek is elfogadják. Ez egy 8. századi tűtartó, egy csont tűtartó, Szarvason látható a Tessedik Sámuel Múzeumban, és 60 rovás jelet rót rá egy köznépi avar hölgy, ami azt jelentette, hogy az avar korban a köznép is általánosan írástudó volt. És lehet-e tudni, hogy honnan ered a rovásírás, illetve a magyarok honnan vették át? Ezt elsősorban a tudósainktól, tehát történetíróinktól, krónikásainktól tudjuk, például Kézai Simon, Túróczi János, Kálti Márk, akik a műveikben, a krónikáikban, mint szkíta hun írást említették. Tehát ez egy utalás arra is, az eredetére is, hogy már szkíta és hun elődeink is használták ezt az írást, és valóban nem csak a krónikások, hanem rovás emlékek is alátámasztják, mert ezekből a korokból fenn is maradtak rovás emlékek, amelyeken, amit ma székely magyar rovásírásnak nevezünk, régen pedig szkíta hun írásnak nevezték, tehát ennek az írásnak maradtak fent emlékei ezeken a tárgyakon. Hogyha jól tudom, akkor minden rovásírás jel egy-egy betűhöz kapcsolódik a latin ABC-ben. Így van, ez egy nagyon fontos tulajdonsága, ugyanis a legfejlettebb írásmód az egybetű, egyhang, tehát a betűírás, ugye a fogalomírás, képírás, egyéb írásfajták között ez a legfejlettebb, mert minden hangunkra van egy jel, és ezzel bármilyen elvont fogalmat le tudunk írni. A rovásírás ezek közé tartozik. A kérdéshez, hogy mikor használták ezt az írásfajtát, tenném hozzá, hogy Mátyás királyunk korában, mivel Mátyás évet ünneplünk és emlékezünk nagy királyunkra, nem utolsó sorban pontosan ezt is hangsúlyoznunk kell, hogy éppen az ősi rovásírásunk volt Mátyás király udvarában ismert, sőt a királyunk is ismerte ezt. Egyik leghíresebb építésze, Bártfán, a felvidéki Bártfán, akkor Magyarországhoz tartozó területen, az építészek a mesterjegyeket is rovásírással írták fel azokba a templomokba, épületekbe, amiket készítettek, tehát ezek megmaradtak. És a későbbi emlékeknél pedig egy bizonyos olasznak is
bármennyire is nem volt igazából a magyaroknak a történelmi barátja, de igazából neki köszönhetünk sok mindent éppen a rovásírással kapcsolatban. Luigi Ferdinando Marzilinek hívják ezt az olasz embert, aki 1690-ben éppen Erdély területén járt, és hát ott végezte a hadi cselekvényeit, de ő tudós volt, nem csak hadvezér. Tehát egy, ma úgy mondanánk, hogy polihisztor. Tehát mindenhez értett. És akkor 1690-ben Gyergyó Szárhegyen azt vette észre az ottani templomba, hogy amikor bement, hogy akkor a bejárt ajtó mellett ilyen romás pálcák voltak. És gondolkozott, hát ez miért kell? És akkor látta, hogy a különféle egyházi ünnepek, miserendek, szenteknek a nevei a 13. századtól kezdve rovás jelekkel voltak megörökítve. Miért? Azért, mert az egyszerű hétköznapi emberek, nevezzük jobbágyoknak, azok úgy tartja a közvélemény, hogy azok írástudatlanok voltak, mert nem jártak iskolába, és nem tanulták meg a latinbetűs írásokat. Viszont valamilyen oknál fogva, a rovás jeleket el tudták olvasni. Tehát nem fejből mondták azt, amit kérdeztek tőle, hanem egyszerűen ezeket az emlékeket el tudták olvasni. Ez egy bizonyíték arra, hogy a középkori magyar parasztság, jobbágyság nem volt írástudatlan, csak éppen nem a latinbetűs írást ismerte, hanem az annál sokkal régebbi rovásbetűs emlékeket. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert sokan úgy gondolják, hogy a magyar történetiség az csak a bizonyos iskolázottságon felül volt, és csak ekkor meg akkor alakult ki, holott a legegyszerűbb emberek is el tudták olvasni a rovásírást, ami azt jelenti, hogy nagyon régi és sokkal régebb, mint a latinbetűs emlékeink. És önök nem csak kutatják a rovásírást, hanem rendkívül sokat tesznek azért is, hogy fennmaradjon és tanulják az emberek, illetve versenyeznek is. Itt a kerületben mióta oktatják, illetve mióta zajlik a versenyzés? Erre pontosan tudok válaszolni, hogy mikor kezdődött a rovásírás Budapesten vagy Magyarországon, ilyen általános szempontból, egyéni kezdeményezések voltak, de iskolák szempontjából. Először mi a 16. kerületben tartottunk egy rovásírás versenyt, 1997-ben hirdettük meg, és 98-ban, tavasszal, ez mindig az iskola évvége felé van, akkor a 16. kerületben ez lezárott, mint keleti verseny. A következő már 2000-ben tartottuk, és abban már bekapcsolódtak más területrészek is. A 17. kerület már a következő évben bekapcsolódott, és Livadin Mária Vitt hozott tanárnőket Budapestnek a 16. kerületben, mert a döntő ott volt, tehát így maradtunk a 16. kerületnél. És aztán az elkövetkező négy évben ő hozott mindig tanulókat, és vettek részt ezen a versenyen, ahol már találkoztak a határon túli versenyzőkkel is. Tehát az alsó tagozatok, felső tagozatosok, középiskolások, ilyen elosztások voltak, és megismerték egymást azok a gyerekek, akik rovásírással foglalkoztak. Persze nem csak rovásírás volt, hanem olvasásgyakorlatok, tudásismeretek, és itt, tehát ez nem korlátozott csak a rovásírásra. Ezek a gyerekek, akik a rovásírásba indultak el, lényegében már akkor megismerték egymást, és találkoztak egymással, osztály és iskolai kirándulásokat szervezhettek egymás országaiba, tehát ez már akkor elindult. Botnikós Erika vette át a 17. kerületben a gyerekeknek a felkészítését, voltak is a 16. kerületben, majd 2011-ben én befejeztem eztenk a versenyeknek a szervezését, és attól kezdve már a budapesti versenyeket itt a 17. kerület rendezi, és annyian jönnek el, amennyien, sőt, mivel nincs országos verseny. Tehát a 17. kerületben már Magyarország bármely területéről eljöhettek a gyerekek, és itt voltak a versenyen. Köszönet Petrőci Tibor igazgató úrnak, mert az Zrínyi Miklós Általános Iskolában vannak ezek a versenyek, és most már ez annyira népszerű, hogy már mindenki tudja. Tehát akár honnan is van az országban, eddig ide jöttek bármely területi részéről Magyarországnak. Mennyi idő alatt lehet egyébként elsajátítani a rovásírást? Hát az a tapasztalatom, hogy 5 foglalkozás alatt, tehát 5x45 perc alatt meg lehet tanulni a számrovással együtt. Ez egyébként ez az időszak, ez a felnőttekre is vonatkozik, úgyhogy ők is nagyjából ennyi idő alatt tudják megtanulni. Amit ajánlanék, és ami nagyon fontos, hogy a 3. osztály elvégzése után kezdjük a rovásírást, mert a latinbetűs írás teljes megtanulásához az első 3 év szükséges, és akkor 3. osztály után rá lehet térni.
És ha jól tudom, annak a bizonyítékait is láthatjuk itt az asztalon, hogy időskorban is nagyon könnyen el lehet fejlődni. Van, ez egy korhatárok, nem csak országhatárok, hanem korhatárok nélküli írás is. Egerszegi Krisztinának, világbajnok úszónőnknek az édesanyja már nagymama korában az érdi rovásíró körben tanulta meg a rovásírást, és az itt látható füzetekben átírta Petőfi Sándornak a János Vitéz költeményét, gyönyörű betűkkel, és ezt be szoktuk mutatni a versenyeken is. Ha jól tudom, Budapesten először itt a 17. kerületben helyeztek el rovásírásos helységnévtáblát. Így van, méghozzá ezt a gyerekek készítették, Imre László tanára, Gregor József általános iskolának a tanára, a tanítványaival együtt készített egy gyönyörű faragott, rovott helységnévtáblát, és ez 2009-ben került kihelyezésre. A rovásírás versenyzésben mi a jövő? A jövő elkezdődött. És idén, de már tavaly is volt erre példa, de idén főleg, és nagyon örülünk neki, hogy most már nem úgy vannak a rovásírás versenyek, hogy külön van felvidéki, persze van felvidéki verseny, kárpátaljai, erdélyi, de ez nem jelenti azt, hogy Erdélyben, vagy Kárpátalján, vagy felvidéken csak ottani gyerekek, tanulók vehetnek részt, és a magyarországiak meg a magyarországi versenyeken vesznek részt, akár rány is van belőle, hanem az országhatárok átjárhatóságának a bizonyítékaként a határhoz vagy a felvidéki versenyhez közelebb lakó, de magyarországi területen lakó tanuló, az inkább a felvidéki versenyre megy el, vagy hogyha valaki olyan területen lakik a felvidéken vagy Erdélyben, hogy egy közelebb lévő magyarországi verseny van, akkor inkább átjöhet ide. Tehát természetesen a versenyek lehetnek felvidékiek, magyarországiak, de nem kötelező, és lényegében ez az átjárhatóság megváltoztat mindent, mert ettől kezdve pontosan arról szól a történet, hogy a magyarság hivatalos országhatártól függetlenül, tehát a rovásíró társadalom, a rovásíró gyerekek, tanárok figyelmen kívül hagyva az országhatárokat átjárhatnak. Erre idén tudnék példányt mondani, hogy délvidéki rovásíró tanuló a felvidéki rovásíró versenyen vett részt. Ettől kezdve ennek nem lesz vége, ez már csak jobb lesz. Úgyhogy ennyit köszönhetünk többek között a rovásírásnak is, mert a rovásírás is a határok átjárhatóságát erősítette ilyen pillanatban. Mondhatjuk, hogy összeköt bennünket. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk és mindezt elmondták, és további sikeres munkát kívánok önöknek mind a kutatásban, mind az oktatásban. Köszönjük a lehetőséget. Maradjanak velünk, mert rögtön folytatjuk az Álláspontot a Határtalanul programmal. Műsorunk második felében arról a Határtalanul programról lesz szó, aminek segítségével számos kerületi iskola határon túlra tud utazni a diákjaival. Ez alkalommal a Cimra Gyula általános iskolából érkeztek hozzánk, hogy meséljenek az élményeikről. Trágár Gyöngyi, könyvtár és gyermekvédelem szakos pedagógus és diákja Fábián Réka, köszöntöm Önöket a stúdióban. Eddig milyen területekre sikerült ellátogatni már? A hatodik alkalommal jutunk ki határon túlra, magyar területekre. Háromszor voltunk Erdélyben, különböző területeken, Dél-Erdélyben voltunk most idén, de Kalota-Szeget is megjártuk. Voltunk délvidékre, ahova jutottunk, ezen kívül Kárpátalján is egy alkalommal, és felvidékre is eljutottunk már hetedikes korosztállyal. Mi az iskola célja ezekkel a programokkal, azon kívül, hogy a gyermekek megismerik a történelmi hátterét a magyar lakta területeknek, illetve különböző közösségeket a határon túl? Hát ugye a tankönyv az nagyon mutatja azt a lehetőséget, amit meg tudnak ismerni. Hetedikes tananyaghoz hozzátartozik már a trianoni békeszerződés, és meg tudják tapasztalni azt, hogy ha kimegyünk, nem egyszerű a magyar nyelvet sem megértetni, meg azokon a területeken, ami most már Magyarországtól lehettek csatolva, azokon a területeken mennyire, hát nem is az, hogy elnyomva, de más típusú, más jellegű életvitelt kell az ott élő magyaroknak élni. Nem egyszerű a magyar beszéd sem, mert nem értik mások helyen, múzeumokba, helyszíneken a magyar feliratok nem jellemzőek, nem természetes, mint ahogy mi itt beszélünk Magyarországon, élünk magyarként, másoknak sokkal nehezebb, és küzdeniük kell azért, hogy megtartsák ezt az identitást, a magyarságukat.
Pedagógusként hogyan látja, mennyire népszerű ez a program a gyerekek körében? Nagyon nyitottak a gyerekek, és tehát minden évben várakozás van, hogy milyen gyerekek jelentkeznek meg, hogy milyen hatással lesz a gyerekekre, és ha visszajövünk, tehát az ott lét az mindig fárasztó, meg sok munkával jár, a gyerekeknek is folyamatos munkája van. Réka, milyen feladataitok voltak a kirándulás során? Feladatlapokat kellett megoldanunk minden vacsora után, és igaziból azok nagyon érdekesek voltak. Milyen kérdések voltak a feladatlapon? Hát mindig ahhoz kapcsolatosan, amit csináltunk az aznap. És te hogy látod a társaid körében, mennyire sikeres ez a program, mennyire várjátok? Nagyon várjuk, és hogy a nyolcadikosoktól, akik ugye tavaly mentek, mindig jók a visszajelzések, és ezért nagyon várjuk. Milyen feladatai voltak még a gyerekeknek? Hát ezen kívül a feladatlapokon kívül kis előadásokkal kellett készüljenek csapatonként, és még a Dévai Csángó meséknek a feldolgozásában is kellett ügyeskedniük, ezen kívül még kézműves foglalkozáson is kellett brillírozniuk. Úgyhogy körülbelül ennyi volt, de hát ugye folyamatosan jelen kellett lenniük, tehát igénybe voltak véve minden szempontból. Mennyi időt sikerült itt eltölteni? Az idén is 4 napos volt ez a kirándulás, Dél-Erdélyben voltunk, Erdély aranykora fémjelezte a kirándulásunkat. Első helyszínünk Arad volt, ahol városnézéssel együtt több helyszínen eljutottunk, és megkoszoroztuk az aradi vértanúk emlékművét, vagy emlékhelyét. Aztán, tehát mentünk több helyre is, de akkor most nem naponként fogom elmondani, hanem sorjába. Gyulafehérváron voltunk, a várat megtekintettük, meg a Székesegyházat, meg sok helyszínen voltunk, ezen kívül még Piskibe mentünk, az Arborétumba, Temesváron jártunk, ellátogattunk gyermekotthonba is. Voltunk még a Csolnakostónál, ami egy műtó, és elárasztottak vele törepüléseket, és a Vajdahunyad várában, ahol nekem például a kínzókamra az elég érdekes volt. Még mi az, ami neked a legjobban tetszett? A kínzókamrán kívül biztos más is tetszett. Hát a kilátás is nagyon szép volt. Említette a gyermekotthont a tanárnő. Milyen volt megismerni kinti közösségeket, más gyerekeket? Érdekes volt. Például a magyaroknak, ahogy hangsúlyoztak, az teljesen máshogy volt. És velünk mindenki nagyon rendes volt. Többen is odajöttek hozzánk. A szállás is egy nagyon szép helyen volt, hogyha jól tudom. Igen, Csernakeresztúron volt a szállásunk, és ott meg is ismertük a Dévai Csángóknak a néprajzát, a tájházba ellátogattunk, és nagyon érdekfeszítő előadást hallottunk a házigazdánktól, úgyhogy ez a néprajzi szempontból is elég érdekes volt, és még jobban erősítette ezt az összetartási erőt, ami a Dévai Csángókon is, tehát feladatként szerepel, és hogy nekik nehéz megtartani ezt a magyarságot nagyon sok szempontból. Önöknek, mint pedagógusoknak mennyire volt nagy élmény az, hogy nem csak a tankönyvekből taníthatják a gyermekeknek a történelem fontos pontjait, hanem gyakorlatilag ott a helyszínen, például Arad tekintetében? Mindenféleképpen olyan plusz élmény, ami ugye az érzésekkel együtt adható tovább, és mihelyest az ember tapasztal, és az érzései erősítik, akkor szerintem sokkal hitelesebb, és sokkal erősebben tudja átadni azt a tudást, ami esetleg az elkövetkezendő generációknak szempont lehet, vagy segítség lehet az elmélyülésben. Úgy tudom, hogy jövőre is pályáznak majd a Határtalanul programra. Ez így van, folyamatban van. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és elmondták, miért is érdemes részt venni a Határtalanul programon, és remélem, hogy jövőre is sikerre pályáznak majd. Igen, köszönjük szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, legközelebb is pénteken láthatják majd Álláspont című műsorunkat újabb érdekes kerületi témákkal és vendégekkel, addig is viszontlátásra!